Közel két hét óta tartó hőség nehezíti nem csak a krónikus betegek vagy az idősek mindennapjait. Az előttünk álló egy hétben sem várható jelentős hőmérséklet csökkenés. Ezekben az időkben a nyári hőség miatti riasztások is megnőnek a mentősöknél, mondta Schneider László, mentőállomást vezető mentő tiszt az Évgyűrűk című műsorban. Természetesen nő a, a, a hívásainknak a száma. Mint ahogy említettem, ez a, ez a problémák, melkasi panasz, gyakori az ájulás, illetve nagyon gyakori az ájulás kötő, vagy elesést, és követő elesés, és ennek következtében kialakuló végtagsérülés, öregeknél, idősebbeknél, de fiataloknál is természetesen. Ebben az időszakban, amikor ilyen tartósa a nagy meleg, a kánikula, akkor sajnos megnő a hirtelen halálnak a gyakorisága. Tehát nagyon sok újraélesztésben veszünk részt. Az első és legfontosabb a forró nyári napokon, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, ugyanis általános probléma a túlzott folyadékvesztés, Kánikulában ugyanis többet izzadunk. A szívbetegek még jobban veszélyeztetettek, a nagy melegben az erek kitágulnak, jellemző a vérnyomás ingadozás, gyengeség és az infarktus kockázata is megnő. kolonikus betegségben szenvedők közül elsősorban a szívési rendszeri megbetegedésben szenvedőket is nagyon megviseli. Az idősebbeknél gyakorlatilag ugye az életkor és plusz ezek az alapbetegségek is hatványozottan jelentkeznek, tehát náluk fokozottan jelentkezik ez a hőség okozta probléma, illetve ezek a hatások. Az évgyűrűkben Schneider László bővebben beszél a hőség ellen ajánlott praktikákról, valamint elmondja, hogy egy esetleges baleset vagy rosszulét esetében mi a teendő.